Vendégünk Petruska András, énekes, dalszerző. Köszöntünk téged. Jó reggelt. Sziasztok. És ugye fogsz is nálunk énekelni. Így van. A Femárom Caféban. Viszont engem mindig is a dalszerzés érdekelt, hogy a művészeknél az a fajta dalszerzés, amikor azt mondjátok, hogy most éppen alkotói kedvetek van, az minden esetben mondjuk nagyon mély érzelmi síkon, vagy nagyon magas érzelmi síkon történik? Hát ez engem is érdekel, hogy történik a dalszerzés alapvetően. Én arra jutok így az idő előre haladtával, hogy ez is csak egy szemlélet, hogy ez a nagyon túlmisztifikált dolog, hogy művész vagy dalszerző, hogy ez is egyfajta szemlélődés, ez is egyfajta olyan gondolkodás, vagy mondjuk egy tudományos gondolkodás. És igen, csak képzeld el, hogy nekünk ebből a székből nagyon-nagyon távoli. Tehát én, aki mondjuk egy zenehallgató vagyok, és nem zeneértő, nagyon távoli, és szeretném megérteni, szeretnék egy picit belelátni úgymond a ti világotokba, hogy nálatok ez hogy történik, ami neked persze természetes. Nézd, nálam úgy történik, hogy gyakorlatilag figyelem az életemet, magamat, a saját érzéseimet, a körülöttem lévő embereket, figyelem azt, hogy mi az, ami csak velem történik, miben vagyok más, mi az, ami gyakorlatilag megtörténik velem is, és az egész generációmmal is, mik a kérdéseim, a kérdéseink, és egész egyszerűen ezek a gondolatok, van, aki ezt naplóba jegyzi le, van, aki négy sorba, egy-egy versszakba zenét ír hozzá, én ez utóbbi vagyok. És mennyire tudatos mondjuk egy albumnak az elkészítése, mert neked azért elég jó, tehát ugye beszéltünk, hogy van a 4-es metró kapcsán az első lemezed, aztán a 30. születésnapodra jött a második, tehát hogy ez mennyire tudatosan épül fel, és mennyire jönnek csak az ötletek, és aztán abból összeáll egy alapvetően egész. Én elég tudatos ember vagyok, tehát olyan szempontból is, hogy ugye így beszéltünk az ihletettségről, én azért szeretek akkor is írni, amikor nem vagyok ihletett, mert tulajdonképpen kell is, és ez nem egy pejoratív dolog, hogy kell, mert hogyha szeretném fenntartani a közönségemmel a kapcsolatot, akkor időről időre tulajdonképpen ki kell jönnöm újabb és újabb anyagokkal, ami viszont egy ilyen érdekes dolog, mert minél jobban, tudatosabban gerjesztem ezt a dolgot, annál jobban jön az ihletettség is. Tehát minél jobban edzem a kezeimet, ami még nem zene, egy mechanikus dolog, a gitáron való gyakorlás, vagy adott technika elsajátítása, annál zeneiesebb leszek, annál játékosabb leszek a későbbiekben. Tehát ez egyszerre így a tudatosság és az ihletettségnek a játéka. De ha tudatos vagy, és mondjuk tudatosan, és mondjuk biztos is vagy a művészetedben, akkor miért volt az mondjuk fontos, hogy legyen egy polgári szakmád, és ugye a szociológiát végeztél? Igen. Nem mindig volt ez annyira biztos. Tehát azért 18 évesen fogalmam sem volt, hogy milyen zenésznek lenni, milyen az az egész szakma. Nem is zenés családból jöttem, ez egy álom volt. Tehát ez nem a tudatos rész, ez a dédelgetett, ez a sült galamb dolog, ez a majd egyszer valahogy lesz, majd egyszer itt ülök ebben a tévéműsorban. De azért akkoriban azért úgy mentem én is a tömeggel, hogy érdekelt volt valami. Volt szülői társadalmi elvárás, aminek szeretném volt, igen, és azon belül is ez a pszichológia, a szociológia, az ember és a közösség érdekelt, ami akkoriban az egyetemi évek alatt azért egy elég fura érzés volt számomra, mert nem éreztem nagyon, hogy a helyemen vagyok, mert mindig is a zenével szerettem volna foglalkozni, viszont utólag azért adott egy olyan fajta érzékeny szemléletet, hogy visszakanyarodjak a beszélgetés elejére, ami viszont valóban egy ilyen folyamatos ébrenlétet, egy folyamatos radarozást kapcsolt be nálam, ami viszont nagyon jót tesz a dalok tartalmiságának. Na hát viszont azon a beszélgetésen, hogy túl vagyunk, viszont szeretnénk hallani is téged, úgyhogy itt nagyon nagy örömmel akkor. Szóljon a Szent Gellért tér, köszönjük, hogy beszélgettük. Köszönöm.